Épületes, jó napot kívánok! Ma Kalmár László és Zsufa Zsolt építészekkel beszélgetek. Úgy tartják, ha egy épület megfelel a funkciónak és a külső körülményeknek, akkor az szinte már maga a stílus. Vagy mégsem? Valamitől mégiscsak ők, és a nívódíjat sem adják automatikusan. Mai beszélgető partnereim még nekem a panel gyereknek is el tudták magyarázni, mi a szép a letisztult szögletes formákban. Most már én is az anyaggal, a fényárnyékjátékkal együtt szemlélem épített környezetünket. És higgyék el, így sokkal jobb. Ez az Abszolút, a Magyar Televízió kulturális portréműsora. Belülről is, de még inkább kívülről ez az épület valamiféle antik hatást sugall nekem. Magas oszlopok, úgy fölén magasodik, ahogy az ember az egyiptomi templomokat képzeli el. Ez a városháza funkciója vagy tekintélye miatt kellett ez az elem? A városháza funkciója az nagyon fontos volt persze a forma meghatározásában, de nem a tekintélyi hangsúlyozása volt az elsődleges szempont, hanem próbáltuk azokat a sztereotípiákat elkerülni, ami a városháza funkcióhoz kapcsolódik, például a városháza tornya, és az antik demokráciákból vettünk előképeket, mint például a görög agóra vagy a római fórum, ami a városi életnek a központja volt, és azok a terek általában ilyen módon voltak szegélyezve, ez hozott egy formai előképet nekünk. Nem csak a szépségre ment ki a játék, hanem van itt egy adottság, egy helyszín adottság, amit meg kellett fejteni egyrészt, és aztán arra reagálni kellett. Most ez egy ilyen fura városi csomópont, egy alközpont, a város központja odébb van, az se igazi város központ, de ez aztán végképp nem az. Egyrészt van ez a karakter, aztán van az, hogy tulajdonképpen három dolog találkozik. Vannak a panelházak, itt indul egy ilyen intézményi terület, kicsit ilyen zavaros körvonalakkal, és ide futnak be... Irodaházak? Mi ez, hogy intézményi terület? Irodaházak, hátrébb vannak ilyen... Odébb a rendőrség van, mentőállomás. És a családi házak, meg a hegy lába ide kezd már leszüremelni, és ez a három dolog itt tulajdonképpen találkozik a helyszínen. És egyszer volt ez. Van egy nagyon furcsa telekformánk, ami három telek összevonásából keletkezett. Akkor volt egy meglévő épületünk. És milyen volt a forma, bocsánat? Tehát a teleknek L-alakja volt? Vagy? Egy ilyen bumerán kifli, szabálytalan sarkú sokszög. Ez elég hálátlan, nem? Ez különben ez igazából előny. Tehát az építész legnagyobb barátja az a kötöttség, meg a határidő. Egészen különleges dolog ebben az országban, hogy megépül egy tervpályázati első díjat nyert terv. És ezt azért kezdtem el most mondani, mert... Miért furcsa, hogy megépül? Mert nem általános. Ugyanis Magyarországon úgy elszokott... Tehát úgy kéne, hogy működjön. Ez, persze, hogy így kéne, hogy működjön. Erről szól a pályázati rendszer, erről kéne, hogy szóljon, de valahogy a végén... Erről szólt a Nemzeti Színház is, ha jól emlékszem. Jól emlékszel. Ja. Igen. Egyébként a zsűri barom jó volt, azt megnyeri valaki. Főleg, hogy megnyertétek, nyilván hát így nagyon cool végképp. Emberek lehettek. Az árnyékra már ráugrottatok volna egy párszor, hogy nyertetek, de mégse nyertetek. Volt ilyen? Éreztem egy-két ilyen tapasztalati zöngét a hangotokban. Volt ilyen, de beszéljünk a szép dolgokról. Az is egy érdekes dolog, hogy maga az építészet, mint szakma és mint művészet, hogyan tud ez a kis lángocska, ugye frissen lángolni egy országban. Erről is mondok gyorsan valamit, és nem a sajátom, a Cságuli Ferenc professzornál olvastam a legutóbb. Nem rólunk írta, azért merem elmondani, egy fiatal pécsi kollégáról, és az ő házáról, hogy megismerve az épületet, az jut eszébe, hogyha ez a generáció, meg a magyarországi építészek nem egy ilyen kicsit koszos vízű, sekély, lápos tavacskában úsznának versenyt, hanem ilyen tiszta vízű versenymedencében, mint ahogy mondjuk nálunk szerencsésebb helyeken, akkor lehet, hogy itt egész más dolgok történnének, még az is lehet, hogy Európa csúcsok dögölnének meg. Ebből mi lesz? Hát családi ház lesz, mint szerintem léptékéből érzékelhető is. Milyen metodikával dolgoztok együtt?
az egész folyamatot közösen visszük végig, a tervezéstől, akár így a művezetésig is. És ami különleges talán, nem általános, hogy mi nem vállalunk el úgy munkát, hogy ne készüljön kivitelezési terv. Ez Magyarországon nem általános, hogy gyakorlatilag a házaknak, megépülő házaknak a 95-98%-a építési engedélyezési tervből készül, amiknek a finom részletei nincsenek gyakorlatilag kitalálva, hiszen az a tervfázis, vagy az a lépték ezt nem engedi meg. Ez azt is jelenti, ugye, hogy a tervezés szakaszában beletartozik minden apró, utolsó kis burkolati elem felcsavarozásának a módja, amit egyébként a kivitelező talál ki. Így van, más hát esetekben. Viszonylag kicsi lehetőséget adunk, vagy kis mozgástere van ilyen szempontból az improvizációra a kivitelezőnek. Miben különbözik a leginkább szerintetek az építészet a többi művészettől? Ja, arról van szó, azt mondták régen mindig, hogy az építészet az összes művészet anyja vagy királynője. Ez azért volt, mert az épületekben tudtak egyáltalán a képzőművészek megnyilatkozni szobrokkal vagy festményekkel. Ugye ez úgy van, hogy az ember valóban a fehér papír előtt ül, de igazából mégsem, hiszen hogyha elég érzékeny arra, hogy mi van körülötte a világban és a helyszínen, akkor a papír az nem fehér, hanem egy csomó minden van rajta, ami oda van már rajzolva, csak nem látni, és ezeket kéne megfejteni. Tehát van egyszer a tájolás, van a szélirány, vannak a közlekedési mozgások, van a lomborzat, a lejtés, egy csomó minden, amire figyelni kéne egy háznak, mindenféle középületnek is, megközelítési utak, a benne való mozgás, és hát nyilván a tényleges használat, azok előre, pláne a mai világban, ezek annyira kötött dolgok, hát gondolunk egy ipari üzemre, de még egy lakóházra is, ezek viszonylag kötött elvárások és használati módok, amiknek akkor jó az, hogyha megfelel. Tehát, hogyha ennek nem felel, akkor az csak szépség miatt, hogy is pazarlás építkezni. Nagyon fontos volt, hogy átjárható legyen ez a ház, mert ugye ez a demokrácia ügy, ami egy városháza funkcionál, így szóba kerül, az például ez az átjárhatóság, az átláthatósága ennek a teremnek, mint a törvényhozás átláthatósága jelenik meg. Ez egy olyan szempont volt, ami azt hiszem, hogy a pályázati zsűrit is befolyásolta afelé, hogy a mi tervünket előnyben részesítse. Itt szemben olyan, mintha ez egy ilyen szocialista karból megmaradt kis testvére lenne. Nem olyan szép, nem olyan impozáns, nem annyira kő, de azért hasonlatos. Ezt nekünk nincs jogunk megítélni, meg utálni, viszonyulni van hozzá módunk. És ezt hogy teszitek? Hát a picit, hát nem tudom, látod, valamennyire talán látszik. Kicsit ilyen kockás, szögletes is a ház azért, a léptéke, az ereszmagasság ugyanaz, párkány magasság. Tulajdonképpen a gyomron fordul ki, ha egy kis szürkét vagy panelt, vagy erre hasonlító dolgot látok, mert nagyon egyhangú és nagyon igénytelen. De amikor a ti követeket megnézem, ez engem nem a panelre emlékeztet, hanem várakra és ilyesmire. Most az a panel az a valóság, a valóságot nem muszáj szeretni, azt arról tudni kell. Tudjátok, hogy ennek a háznak a tulajdonosa hogyan figyelt fel rátok? Tudjuk. Tudjuk, egy folyóiratban látott tőlünk egy munkát, amin volt egy faláttörés, egy luk, és azt mondta, hogy ő is szeretne olyan lukat. Olyan házat szeretne, amin vannak olyan lukak. Ez volt az első indító inspiráció számára. Hát biztos egy szokatlan szituáció volt neki, nem ilyennek látta a többi házat, mert nem ablak volt ez igazándiból, hanem tényleg egy faláttörés. Ezt tetszhetett meg. Lehet, hogy az árnyékok, fények, vagy a jó fotó az, ami mi ránk terelte az ő figyelmét. Először nem tudtam, hogy az ő munkájukat látom, megpróbáltam nézni olyan épületeket, ami nekem tetszik, kiválasztottam vagy hármat, és utána megpróbáltam megkeresni, hogy ki az építész tervező, és az történt, hogy mind a hármat a tervező urak csinálták, így egyszerű volt a dolgom. Egyszerű felületek, mégis nagyon elegáns épületek, nekem ezt adta.
célszerű, nem kis helységek, letisztult vonalak, ez nagyon tetszett. Az volt a kérés, hogy hadd maradjon meg a cseresznyefa, azt mondtam, hogy persze, természetes, de akkor helyezzük el úgy a házat, hogy azért a funkcióját ellássa. Nekem nem volt olyan fontos, és később lett az, mikor beköltöztem, és a szoba ablakából rögtön a cseresznyefát lehet látni, ahogy virágzik, gyönyörű. Nagyon fontos volt, hogy olyan terveket kaptam tőlük, amiből a minden méret stimmelt. Nem kellett változtatni, sokkal egyszerűbb volt maga az építkezés is azzal, hogy minden méret jó volt. Egyszerűbb volt a kivitelezőnek is, és nagyon használható, amit én nem gondoltam, tehát természetesen voltak közöttünk viták, hogy mi mekkora legyen, amire én nem gondoltam, hogy azt mondtam, hogy kisebb vagy nagyobb, vagy ne itt helyezkedjen el. Igazából nekik köszönhetem, hogy ez a ház gyönyörű lett, használható lett, és az ő véleményükre hagyatkoztam. Különben én azt gondolom, hogy a családi házépítés ez egy picit közügy is. Növények megtartása az is közügy, hogy nem csak a telek tulajdonosa az, aki kéne, hogy birtokolja ezeket a dolgokat, mint egy látvány, egy utcakép, az nem csak valakié. Ugyanígy a növények védelme is talán egy ilyen ügy, ami kicsit túlmutat a telek határokon. Meg tudjátok fogalmazni, mitől vagytok ti? Az építészet maga az elég magányos dolog. Úgyis annyi zavaró tényező van, hogy még egy másik kollégát is ott így az emberek megtudni maga mellett, az egy elég ritka ügy. Magyarországon is alig tudnék felsorolni ilyen építészpárost, akik úgy dolgoznak, ahogy mi, tehát hogy nem az van, hogy egy irodában dolgozik mondjuk két-három építész, és mindenki külön munkákon dolgozik, és e-mail-ámmal ránéznek egymás dolgaira, hanem az összes munkafázisban együtt dolgozunk a kitalásban, a vázattervekben, és aztán végül az épületre való kijárásban, és még a TV felvételen is. Ez a munkamódszer, ez valószínűleg hozhat pluszokat. Ugyanis nyilván nem vagyunk egyformák, és vannak is viták, méghozzá elég kemény viták vannak bizonyos kérdésekről, amíg az ember a nagy dolgokban egyetért, ahogy elkezd minden konkrétá válni, egyre vitásabb a helyzet, és amelyik még megoldás mind a kettőnk szűrőjén átcsúszik, abban már lehet hinni. Hogy oldjátok meg azt, hogy ez a sok szögletes és egyszerű letisztult formának mondva szépen ne legyen egyszerűen csak kockás, unalmas? Szerintem erre lehetőséget nyújt az anyaghasználat, hogy minden az, aminek látszani akar, a kő az kő, a fa, mint amin ülünk, az fa, és ezeknek az anyagoknak a struktúrája, felülete, az szerintünk elég érdekes ahhoz, hogy más díszítésre igazándiból ne legyen szükség. Egyébként az egész építész szakma az kicsi vagy nagy? Hogy azt mondjam, mondjuk a könnyű zenei szakma, hogy egy párhuzammal éljek, az teljesen átlátható. Tehát az undergroundtól látszik a top sztár és akár beszélő viszonyban is lehet egy zenész mindenkivel. Mennyire átlátható az építész szakma ennyire? Mennyire ismerik egymást a résztvevői? Amikor reggel megyek dolgozni, van egy útvonalam, és ott az embernek így nem is csak a most ül építészekről, hanem egy ilyen panoptikum van, mindenhonnan valami információ van, ott dolgozik az ismerős, a haver, azt ő építette, ott van az irodája, ott lakik, és így az egész város tulajdonképpen így egy ilyen szenzorként ott van az ember feje körül, úgyhogy nagyon érdekes így beleszövődni a városban. Azt tudom, hogy kerékpározó. Igen, ez így van. Ez mennyire kocka kerékpárosság? Azzal is jársz munkába például, vagy csak néha előveszel? Nem, abban azzal járok dolgozni, mert hát ahova tehetem mindenhova. De hát ez kocka dolog azért, persze. Viszont ennek egy csomó előnye van. Tehát hoz az ember életébe egy lassúságot. Tulajdonképpen nem is sokkal lassabb, mint a kocsival járnék, de inkább csak az úton való haladásnak a lassúsága, meg az reggeli munkával megérkezésnek a ritmusa, az sokkal jobb így, és borzasztó szép, meg érdekes ez a város, nagyon szép útvonalon járok dolgozni szerencsére, és ez egy ilyen reggeli feltöltődés. Itt meg egész más, mint autóból, ugye? Nem, baromi jó dolog az, mert hogy egy építész az úgy tud végigmenni egy városon, hogy tudja, hogy melyik ház mikor épült, és állati sok kapcsolódási pont van, tudja esetleg, vagy sokszor tudja, hogy ki tervez, tehát legalábbis a jelentősebb épületeket. És hát ugye el is tud ezen töprengeni, hogy mi az, amit ő máshogy csinálna, mi az, ami változtatna a városban.
És hát úgy néhány dolog, ami nem teljesen építészeti kérdés, de baromi zavaró, ami hogyha nem így volna, ez a város sokkal lakhatóbb lenne, az például a Dunapartnak a kihasználtsága. Az, hogy nem gépjármű forgalom kötné le a gyakorlatilag a folyó mind a két oldalát, az egy hihetetlen nagy vonzerőt jelentene, és sokkal lakhatóbbá tenni a város. Gyakorlatilag nincsen kapcsolata az embernek a folyóval, ami az egyik legnagyobb potenciálja lenne ennek a városnak a látképén kívül. Ugye annak egy baromi jó mikroklímája is van, vagy lehetne. Ez például nagyon sajnálom, hogy így alakult. Másik dolog, ami piszok jó lehetne, ez az eklektikus épületállomány, amiben Budapest a gyakorlatilag világ első leggazdagabb, és hogy ez hogy pusztul? Hogy pusztul a 6.-7. kerületben? Ez egy nagyon szomorú dolog. Nagyon rossz, hogy a beruházásoknak, vagy a beruházóknak egy jelentős része azt gondolja, hogy ez kolonc, neki egy régi épület a hátán, egy probléma, amit gyakorlatilag buldózerrel lehet csak megoldani, ahelyett, hogy az értéket találná meg benne. És ettől ez a folytonosság, ami egy várost mondjuk szép és lakhatóan jóvá tehetne, az kiiktatódik az idő, és illetve hogy baromira felgyorsul, és folyamatosan a változás az, ami megjelenik. És hogy állunk az igényszint és a luxus terén Magyarországon? Nyilván arra gondolsz, hogy ami 200 km odébb luxus, az nálunk mondjuk nincs, ami ott ebben átlagos, nem vagyok biztos, de kíváncsi vagyok rá. Ami ott átlagos, az nálunk luxus, ami ott gagyi, az nálunk általános, és ami itt gagyi, az ott meg nem is létezik. Ez túlzás, de de az tény, hogy egy adott, mondjuk ha nyilván épületről beszélünk, egy épületre fordított pénzösszeg, az jóval, tehát nem fele, hanem inkább negyede, mint ami Európában szokásos. Neked mik az egyéb foglaltságaid a közös munkákon? Viszonylag kevés szabad ideje van az embernek, de azt, hogyha jó összeszedi, de amire én törekszem, akkor két évente összejön annyi, hogy egy hosszabb útra is el lehessen menni, akár több hónapra is. Ez ami kicsit mániákusan nekem egy célommá vált, illetve hogy hát most már egy több éve csinálom ezt. Azt figyeltem ki, hogy ez a távolság az egy módszer, meg egy lehetőség is. Hogyha Európába mászkál az ember, akkor úgy nem is tud kikapcsolni, és nem is tud elég távolságba kerülni az itthoni dolgoktól, mert sok fontos különbség ellenére egy eléggé hasonló történelmi szituációk és a kulturális gyökerek miatt. Ellenben Ázsiában, Dél-Kelet-Ázsiában olyan távolságra tud az ember kerülni az itthoni dolgaitól, hogy egy sokkal tisztább rálátása alakul ki, vagy ilyen lehetősége alakul ki. Viszont másik szempontból meg az ázsiai tempó az egy olyan lassulásra ad lehetőséget, amire itthon nem igen van, vagy akár Európában nem igen van lehetősége az embernek. És ez egy baromi gyorsan változó kultúra, és úgy érzem, hogy ilyen utolsó utáni pillanatok vannak, hogy annak a színességét tudja az ember érzékelni, mert itt Európában ezek szépen most már próbálnak lerögzülni, ezek az ügyek, viszont oda most tör be a gyarmatosítás után, illetve azoknak az ottani részben totalitárius rendszereknek a letűnése, vagy még mostani tünöklése miatt dolgok olyan szinten változnak, olyan gyorsan, hogy ezt szerintem, hogyha most nem nézi meg az ember, akkor ebből nem sok mindent fog tudni tapasztalni később. Nagyjából ugyanabban az időben, mikor a borászatot terveztem, akkor kezdtem el érdeklődni a borkultúra iránt, és el is végeztem egy alapfokú borismereti tanfolyamot, egy kurzust, amit a Magyar Borokháza szervezett. Igazándiból az a része fog meg, hogy
mennyire sok közös dolog van az építészet és a borászkodás között, az meglepő dolog, de ez egy nagyon szorosan kötődik a tájhoz, ugyanúgy a borászat is, mint az építészet, hiszen a bor, jó bornak ismerve a termő táj, ezt egyáltalán nem lehet kiszakítani abból a szituációból, ahol a szőlő termett. És az hasonlóság ez mondjuk egészen vonzóvá tette ezt az ügyet. Azon kívül nyilván szereti az ember kóstolni és inni is a bort. Ez egy ilyen érdekes dolog. Azon a misztériumon kívül, ami a szőlő átváltozás a borrá, mi szintén egy érdekes rétege ennek a történetnek. Az ismerősök révén jöttünk mi össze, nem találkoztunk régebben. Kerestünk egy jó tervezőt, és akkor így valahogy összejöttünk a két fiúval. Sokat beszélgettünk, mert nekik ez volt az első pinceépítésük, vagy pinceterrorrajzuk, és hát nem nagyon értették a folyamatokat, azt nekünk kellett egy picit elmagyarázni nekik. Az a végén alakult ki aztán összességében, hogy ez így ilyen jó sikerült. Három célt próbáltunk mi így együtt megvalósítani, hogy egyrészt, hogy bele simuljon a tájba, ne látszódjon nagyon, ne legyen feltűnő, ne változtassuk meg nagyon a tájképét. Szép is legyen, egy bizonyos szépség azért illik, hogyha egy borpincéhez hozzátartozik, és hát a használhatóság volt mondjuk az egyik fő szempont. És így ez a három cél szerintem egészen jól megvalósult. Ahol most vagyunk, azt hiszem ez a legszebb része. Itt van egy, hanem három kupolás pince és egy nagyon szép boltíves. De szerintem mindegyik része jó sikerült. Az első találkozások után már láttuk, hogy komoly gyerekek, és az fontos, hogy valaki komolyan álljon a munkájához. Én azt hiszem, hogy meg tudnánk csinálni egy még nagyobbat is, vagy szebbet is. Én úgy gondolom, hogy jól össze tudtunk dolgozni, összecsiszolódtunk. Van kedvenc épületed? Zebegényben van egy az építészek által jól ismert, a mások által kevésbé ismert műteremház, a Szele Kálmánnak, a Szőnyi István műteremháza, az egy kiváló épület. És neked? De hát tudok ilyet, Zebegényben a Szőnyi Művház, vagy Szőnyi Műteremház, Szele Kálmán tervezte, 1959-ben épült, egy pici kis műteremépület, nagyon imádom. És olyan épület, amit egyáltalán nem kedvelsz, olyan van? Hát erre végképp nem szívesen válaszolok. Ez miért bántsuk a kollégákat? Az nagyon rossz, ha valakit szidni kell. Lehet, hogy inkább ilyenre nem válaszolnék. Sok utált épület van ebben a városban is. Mi volt eddig a legdurvább megrendelői kívánság? Volt egy megbízónk, aki olyan házat szeretett volna, ami mellett, ha elmennek az utcán, itt mindenki fölkapja a fejét, lehet, hogy legyen rózsaszín, és egy ilyen nagyon kedves Barbie világot vázolt föl, amit mi udvariasan tulajdonképpen nem is hárítottunk el, hanem mondtunk egy olyan árat, amire tudtuk, hogy biztos, hogy nem lesz a válasz. Szerettek volna tőlünk egyszer egy óvodát kérni, nem is, idősek otthonát, ami ilyen rózsaszín habos valami volt, azt nem vállaltuk. Az nagyon távol áll tőlünk, hogy olyan dolgokat próbáljunk csinálni, ami nem nekünk fekszik. Van legkedvesebb városi tered? Például ez. Ez az építész székháznak ez a kis udvara, ez nagyon kedves, ez sok kellemes emlék fűződik. Én még sose gondolkodtam. Térjünk erre vissza később, majd még gondolkodom rajta. És legkedvesebb utcád? Azt hiszem az Andrássy út. Nincs legkedvesebb utcám. Az egész biztos. Legkedvesebb város? Hát nyilván szülővárosom attól, mert még Budapest. Hát Budapest. Ha egy mondatban kell elmondanod, akkor ki neked a zsuffa? Hát kiváló kollega, sokat tanulok tőle, és egy nagyon jó intenzív munka kapcsolata miénk. És a Kalmár Laci neked? Hát nekem egy olyan társ, olyan szakmai társ, akire fel tudok nézni. Nagyon kevés ilyen ember van, építész, akire fel tudok nézni, ő egy ilyen. És a teret kigondoltad már? Nincs legkedvesebb terem. Úristen. Kell az embernek legkedvesebb tere legyen? Amikül nem lehet ember az ember.